A húsvéttól Pünkösdig tartó Kárpát-medencei feltámadási menet megérkezett a Felvidékre és városunkba is. Az Árpád-kori motívumú, szárnyas keresztet megjelenítő feltámadási jelvényt a Dunaszerdai Katolikus templomban a helyi egyházközség nevében Nagy Iván és Domonkos Tamás, valamint a Pázmáneum társulás nevében Karafa Attila vették át, hogy felkössék rá a szalagot Dunaszerdai stáció nevével. Karafa Attila beszédében az anyaországi és a határon túli magyarság együtt tartozásának fontosságát hangsúlyozta. Ünnepi szentmisét Szakál László esperes celebrált. A Sikabony Polgári Társulás idei május faállítási ünnepére mintegy 150 sikabonyi jött el. A feldíszített májusfát hagyományosan a férfiak, köztük az újonnan alakult sikabonyi önkéntes tűzoltó szervezet tagjai tették a helyére. Simon Ferenc a társulás elnöke az ünnepnapon adta át a sikabonyi búcsúi báltomból a bevételéből származó 300 eurót a dunaszerdahelyi mentálisan sérülteket segítő társulás képviselőjének. A közösségi esemény műsorában a Jilemnyicki utcai alapiskola Kröpcsiári gyermeknéptánc csoportja, valamint az anistáli népdalkör szerepelt. A somorjai származású, ma Budapesten élő Gyurica Katarina második könyvét, a Szlovákul szeretni című fordulatos időutazást mutatták be a Vermes villában. A regényből megtudhatjuk, milyen volt szlovákiai magyarnak lenni a 80-as években. Továbbá működhet-e egy képzeletbeli és valós határokon átívelő szerelem, illetve milyen előítéletek léteznek ma is. A szerző, akivel Mészáros Krisztina újságíró beszélgetett, elmondta, hogy az események többsíkon folynak, és a szálak, köztük egy csallóközi szál is összefolynak. A könyvbemutató dedikálással ért véget.